Üdvözöllek! Határozzuk meg a Laplace transformáltat, ha a feladat ft egyenlő 7-szer színusz 3t, b feladat ft egyenlő 4-szer e ad mínusz 2t. Nézzük a megoldást. Használjuk fel, hogy a Laplace transformáció lineáris, tehát egy függvény számszorosát, ha szeretnénk transformálni, akkor azt a számszorost ki tudjuk emelni. Az, hogy a maradék részben pedig mit kapunk, azt a táblázatból tudjuk kiolvasni. Megnézzük, hogy a táblázatban mi szerepel, azonosítjuk a megfelelő paramétereket és számokat egymással, és végül megkapjuk, hogy az A feladatban a Laplace transformált 21 per P négyzet plusz 9. B feladat megoldása. A Laplace transformáció lineáris, ezért a négyes szorzó meg fog jelenni a végeredményben is. Megint a Laplace transformáltakat tartalmazó táblázatból keressük ki a megfelelő függvényeket, és azonosítjuk a megfelelő paramétereket. Így kapjuk, hogy a B feladat eredménye 4 per P plusz 2.